senkinek nem kell bemutatni Farkas Izsák hegedű művészt és Molnár Tibit, a The Shudras frontemberét, trap kapitányt. Mindkettőjüknek az élete a zene és a szórakoztatás, és most úgy döntöttek, hogy egy közös projektbe fognak. Nézzük meg az első tracket, amit közösen készítettek, utána pedig érkeznek a srácok Annához. Just for now, but all the way. Everything feels okay. És itt is van velünk Tibi és Izsák, sziasztok! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Na, Izsák, mondd meg nekünk először te azt, hogy hogy van még mindenre, még erre is időd, mert hogy minden hétfőn szinte itt vagy velünk az akusztik felvételeken, van az Infusion Trio, van a Bugócsiga, és még számtalan formáció, ahol közreműködsz. Aludni esetleg, azt szoktál valamikor? Aludni nagyon ritkán szoktam, és erre sincs időm, úgyhogy nekem most így mennem kéne. Nem az itt múlhatod az idődet. Az van, hogy ez is bizonyítja azt, hogy a munkám a hobbim, szóval hogyha nem éppen koncertezem, akkor kitalálunk újabb és újabb ötleteket, dolgokat, dalokat, és ez a dal is, amit most így megnézhettünk, ez egy teljesen egy improvizáció szülötte dal. Átmentem Tibihez, improvizáltunk egyet, fölvettük, másik nap megcsináltuk a videót, és kész. Mert hogy Tibi, neked is azért van több formációd, te is föllépsz, ugye van zenekarod is, meg szoktál kiegészítőként, vagy te is szoktál beatboxolni, itt-ottam ott, de egyébként ugye ez hiányzott, hogy legyen egy ilyen kicsit ilyen szabadabb zene? Igazából igen, hogy sok formációban dolgozok, és mindegyikben vagy ilyen kicsit más szerepben van, ahol csak ilyen zenei felügyelő vagyok, van, ahol beatboxos, van, ahol énekes, és de hogy így Izsák ebben azért... a zenekarban mi vagy? Kezd el sorolni. Nem tudom, hát, ebben grafikus. Mikor mi? Hogy, és akkor Izsákkal igazából szerintem pont majdnem egy éve, vagy kicsit több, mint egy éve volt, hogy összefutottunk karácsonykor, és ugyanígy improvizációval összeraktunk egy zenét, és akkor rájöttünk arra, hogy igazából egyikünknek sincs ideje, de valójában elég egyetlen egy nap, hogy összerakjunk valamit, és akkor most azt a szokásunkhoz híven, hogy tartsunk, úgy vált ugye szokássá, hogy innentől kezdve, mert ez volt a második alkalom. Megismételtük ezt a tavalyi megismételhetetlent, és megalkottuk ezt az egészet, meg minden. Akkor ez egy ilyen igazi örömmunka számotokra, ez a közös zenélés, vagy egy ilyen... Abszolút, ez egy teljesen örömzenélés, és igazából minden pillanatát élveztük, mert az első pillanata ugye az volt, hogy elkezdtünk improvizálni, és megszületett maga az ötlet, hogy ebből lehetne egy dal. Utána a következő az, hogy milyen hangszínekkel tudjuk megcsinálni, hogy ez mai legyen modern. Igen, meg hogy az a jó, és azt szeretem azt, amikor mi együtt dolgozunk, igen. Igen. Hogy igazából mindig így kiegészítjük, tehát befejezzük egymás mondatát, meg gondolatét, meg ötleteit így, amikor együtt muzsikálunk. És tényleg úgy szoktak születni mind a dalnak az elkészülése, annak a keverése, a szövegírás. Nézd, nem ez rajtam, valami van az arcomon. Az arcot Tibi, és de az arca baj. és így szokott
szokott történni ez a keverés is, ugye? A keverés is, a videóvágásnál, és amikor a grafikai munkákat is csináljuk. Igen. Gyanús vagyok, tudom, látom. Igen, ez nagyon jó kis, jó hangulatú tavaszi dalocska lett. Terveztek folytatást? Vagy ez ugyanolyan improvizatív lesz meg, mint ahogy született ez a nóta is? Nagy kérdés volt, hogy ez a dal mikor jöjjön ki, és akkor végül úgy döntöttünk, hogy ez legyen a tavasz első slágere. Március 1-én debütált, és gondolkodtunk, hogy mi legyen a következő, vagy mikor legyen a következő. Még konkrétumokat nem tudunk, de akár évszakok, ugye? Igen, most tényleg gondolkodtunk azon, hogy elmegyünk az évszakokra, és akkor már van egy téli, egy szavasi dal, és akkor csinálunk az őszről, meg a nyáról is. Ügyes vagy, Tibi. Nagyon ügyes vagy. És akkor így kijön a 4 évszak. Kicsit meséltek erről a forgatásról. Átmentetek egymáshoz, zenéltetek, és akkor ezt így rögzítettétek, és úgy döntöttek, hogy akkor ezt hozzuk így ki. Tehát ez nem volt azért egy előre megtervezett koncepció, hanem ilyen jó hangulatú session muzsikálás volt. Én nem mondom. Kanyakra. Nem, figyelj. Az első videónk, ami a karácsonyi ilyen medley videó volt, az konkrétan az egynapos, félnapos sztori volt, a kitalálása, a felvétel, a master, mix master, és a videónak a felvétele is. Úgy gondoltuk, hogyha már egy saját dal, mert ugye ez egy saját dal, saját szöveg, Csóka Péter írta a szöveget. Igen, Csóka Peti írta a szöveget. Ugye, a te barátod, és én igen. Tudom a nevét. Én mondtam, hogy ne felejtsd el bemondani. Figyelj. Még időben kapcsolatok. Igen, és úgy voltunk vele, hogy ez lehetne egyel profib. Szóval az a jó előadó művészetben, hogy szépen így lehet fölfelé lépcsőfokról haladni. Lépcsőfokról lépcsőfokra. És akkor így váltottunk, hogy nem a szobámban leszünk, hanem egy próbát. Na hát akkor várjuk a harmadikat is, mert nagyon szépen köszi, fiúk, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.